A pécsi műhely alapító tagja volt, majd animációs filmrendező. 1969 és 1975 között a Messzesi Művelődési Házban. 1979-ig az Ifjúsági Házban képzőművészeti referensként, ezt követően a Pannónia Filmstúdióban animációs filmesként dolgozott. A 80-as években a Pécsi Városi Televízió igazgató főszerkesztője, az 1996-ban létrejövő Pécsi Művészeti Karon pedig alapítója volt a Mediális Művészeti Informatikai Tanszéknek. Már ebből a rövid ismertetésből is kitűnik, micsoda életművet hagyott ránk Kismányoki Károly. Az ő munkásságáról egy egész előadássorozatot szerveztek Pécsen a Művészetek Házában. Amikor felkérést kaptam erre az esemény sorozatnak a szervezésére, vagy a tematikájára, azt beszéltük, vagy az volt az íve ennek, vagy azt a keretet találtuk ki hozzá, hogy hát mindig legyen benne valami mozgókép. Tehát amit itt megnézünk, és annak alapján elkezdünk mindig az aktuális meghívott beszélgetővel hát valami fajta fogalmat alkotni arról a halatlan kincsről, ami hát a Kismányoki Károlynak a tevékenységéhez köthető. Hát így került sor először nyilván a képzőművészeti tevékenységére, a landart munkákra, akkor az ifjabb Ficek Ferenccel beszélgettünk, majd a Pincehi Sándor következett, ahol a Pécsi Műhely film kapcsán a képzőművészeti dokumentumokról, a Pécsi Műhelyről volt szó, majd hát szó a következő alkalommal az animációs filmek kerültek terítékre, úgymond akkor a Csizi László, illetve a Szijjártó Kálmán, mint alkotótársak jöttek el beszélgetni. Majd az őszi időszakban a Pécskép projektjéről beszélgettünk, tehát a képek a városról, ő folyamatosan dokumentálta a városnak a változásait. Azután pedig, hát a legutóbbi alkalommal pedig, hát ez az archivátori tevékenysége került reflektorfénybe, amikor is hát megpróbáltuk ugye a város széteső média intézményeinek hát azt a hallatlan nagy, több évtizedes, tehát ilyen 30-40 évre visszamenő hát mediális múltját, leképezését, reprezentációját összeszedni. Ugye ő 2001-től a művészeti karon, a mediális művészeti informatikai tanszék vezetője volt, és 2001 és 2008 között hát az RTV néven hát gyakorlatilag egy ilyen művészeti hát, műsort készített, közel 100 adás az, ami megmaradt ebből. Ez egy nagyon izgalmas lenyomat egy korszaknak gyakorlatilag. Ugye nagy tervek, az aktuális helyzetnek a képe jelenik meg. Ugye akkor volt 5 éves a művészeti kar, amikor ez az adássorozat elindult, és hogy hát a megszólalók közül is, hát jó néhányan már sajnos nem is élnek, de hogy mégis az a fajta intézmény, ami ugye ma művészeti karként a Zsolnai negyedben működött, hát akkor bontakozott ki, akkor kapott ugye lendületet, akkor kapott szányra ez az egész, és hát ott már nagyon határozott ilyen irányok jelennek meg, főleg hát az iskola alapítók részéről. Ezeket hallva nem túlzás, hogy az előadás sorozata a Kismányoki Univerzum címet viseli. Azonban kérdés, hogy van-e elég kapacitás feldolgozni az egész életművet úgy, hogy ez alapján kijelöljék Kismányoki valódi helyét a hazai művészettörténetben. Csak amiket itt elmondtam, hogy milyen területeket érintettünk itt a beszélgetés során, ezek mind-mind önállóan egy hatalmas életművet alkotnának, de így egybe pedig hát nagyon szerteágazó és nagyon burjánzó az, amivel ő foglalkozott. Abba az irányba kellene szerintem inkább gondolkodni, hogy most nagyon, tehát ezek a nagyon izgalmas területeket sikerült azért itt felvillantani, és hát ez a hagyaték azért valljuk be, hát nem a helyén van. Tehát, hogy jó, most a mozgóképes anyagok egy nagy része bekerült a múzeumba, de hát ott is a képzőművészeti gyűjteménybe, de hát ezeket fel kellene dolgozni, ezeket a helyére kellene tenni, ugye? És itt most csak erről van szó, és nem a további és további ugye, ilyen típusú ügyekről. Ugye ez a képzőművészeti oldala, ez volt az, amikor hát ugye a Pécsi Műhely azért egy elég szép történetet futott be itt a hazai és a külföldi ilyen intézményrendszernél, hogy hát
oda kerül előbb-utóbb a dolog, de a kérdésedre a válasz, hogy van ember, van kapacitás, csak az a fajta ilyen intézményi közeg egy kicsit bicegős, ahol ezt a tevékenységet így lehetne művelni. Ugye Karcsival mi nagyon sokat beszéltünk és dolgoztunk is azért, hogy hát legyen egy ilyen adattár jellegű hely, ahol ezeket a projekteket meg lehet valósítani. A Tudásközpont helytörténeti gyűjteményében egy ideig ebbe az irányba mentek a dolgok, tehát rengeteg ilyen digitalizációs munka ott azért zajlott eredményekkel is, de hogy ezek ilyen nagyon nehezen mennek, és ilyen szakaszról szakaszra, időszakról időszakra bukdácsolva, ez azért egy kicsit ilyen sérülékeny ebben a formában. Az RTV-ről, a művészetikar születéséről és mindezekben Kismányoki szerepéről szóló beszélgetésben a Művészetek Házában vehetnek részt az érdeklődők. Az eredetileg meghirdetett időpont megváltozott. A részletekről a Zsök honlapján találnak további információkat.